A Debreceni TV-nél dolgoztam még riporterként, és akkor építették Debrecenben az atlétikai stadiont, és ugye rekordtán pálya alá, ugye az egy gyönyörű aszfaltot kell. Az, aszfaltot kell letenni, és ugye jó pofa akartam lenni, és ugye mondok egy ilyen stand-upot, ami egy 20-25 más, nyilván a nézők nem tudják, egy riporter, amikor az anyagban valamit beszél egy helyszínen, amit ott fontosnak tart. És hát ugye az operatőr lent állt a földön, elkértem a úthengert, az ott dolgozó melóstát, hogy úthenger öttel megy, hát csak semmit nem kell csinálni. És fogtam a mikrofont, beszéltem, igen, ám csak a kábel alá fordult, ja, az óriási úthenger alatt, és egyszer csak látta, hogy az operatőr kigyorsan elváltotta, és kirántotta a kábelt, tudod, a kamerából, és egyszer csak így a mikrofon a kezem, hogy tyúk, az úthenger alá. Az úthenger elé, nem lehetett, és ugye megállítani se tudtam az úthenger, mert nem értek hozzá, és így átmentem rajta az úthengerre, és láttunk, hogy most mit csináljunk, és nem fogjátok elni. Annyira friss volt az aszfalt, hogy a mikrofon, láttam, mert teljesen belesimulva. Hát próbáltam hogy kikapni, és úgy, mint amikor egy ilyen cuppákat, kihúztam belőle, és semmi baja nem lett. Hát ez milyen sztori.